Volt egy szomorú hír elmúlt héten, méghozzá az, hogy a Chevrolet úgy döntött, hogy gyári szinten már nem képviselteti magát a sorozatban. Ami azt gondolom, hogy nagyon rossz üzenet. Nem csak a sorozat, hanem a sorozat jövője, hanem a nézőközönség felé is. Ugye nagyon sok olyan véleménnyel is találkoztam, hogy pont ettől lesz majd izgalmas a bajnokság, viszont én azt gondolom, hogy semmiképp se jó az, hogyha úgy lesz izgalmas egy bajnokság, hogy mondjuk a legerősebb résztvevőt kivesszük, mert egyszerűen hiányzik majd innentől kezdve a mérce, ami ez egyébként mindenki mérte magát. És nagyon hiányzik majd az is, hogy még akkor is, hogyha nem álltam a dobogon, vagy nem nyertem futamot, akkor is, hogyha egy Chevrolet előtt végeztem, azért az mégis egy olyan fajta elégtételt adott, ami szinte egy dobogós helyezéshez volt mérhető. Úgyhogy bízom benne, hogy az RML, ugye az a csapat, amelyik üzemelteti a gyári Chevrolet-kat, talál megfelelő ugye, anyagi hátteret ahhoz, hogy az autónak a szerepeltetése az biztosított legyen a következő évre is. És nagyon-nagyon bízom abban, hogy a három gyári pilóta közül hát legalább kettőt meg tudnak tartani abban a csapatban. Ugye én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a versenyzői színvonalat azt magasan tartsa, ugye maga a sorozat, és nagyon fontosnak ítélem meg a külvilág szemszögéből azt is, hogy egy Ivan Müller, vagy Alain Menü, vagy akár Rob Huff kaliberű pilóta az egyszerűen ne vesztene azért, mert mondjuk kivonom a gyárt.